Tanácskozások. Az Európai Unió védelmi miniszterei és külügyérei üléseztek Bukarestben. Az európai közösség előtt álló kihívásokról a NATO főtitkárával is egyeztettek. Közbelépés. Ha a helyi közösség kéri, Magyarország kormányzati szinten fog beavatkozni a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen kialakult helyzet rendezésébe, jelentette ki az RDTV-nek Szijjártó Péter. Köszöntöm Önöket a híradóban! Románia továbbra is az Észak-Atlanti Szerveződés szervezetének elkötelezett tagja kíván maradni, ilyenként nem csupán biztonságot kap a szervezettől, hanem szolgáltat is. Hangzott el Klaus Ioannis államfő és Jens Stoltenberg közös bukaresti sajtótájékoztatóján. Románia és a NATO viszonyáról, az Észak-Atlanti Szerződés szervezetének biztonsági politikájáról esett szó a NATO főtitkárának bukaresti látogatásán. Jens Stoltenberg figyelmeztetett. Oroszország olyan támadó fegyvert fejlesztett ki, amely megszegi a nukleáris fegyverek visszaszorításáról szóló INF egyezményt, és nem hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos amerikai megkeresésre. Mivel a válaszra adott határidő néhány napon belül lejár, a NATO-nak fel kell készülnie a nukleáris fegyverekre vonatkozó egyezmény nélküli világra. Szó esett az Európai Unió közös hadseregére vonatkozó projektről is. Ez azonban nem akarja és nem is tudja kiváltani a NATO-t, mondta el Klaus Ioannis. Senki nem kíván versenyt kelteni a NATO és az Európai Unió között. Mi valamennyien azt szeretnénk, hogy a NATO tervei és azok a védelmi elképzelések, amelyeket az Európai Unió kifejleszt, kiegészítsék egymást, hogy erősítsék egymást és ne versenyezzenek egymással. Ami a tagállamok védelmi költségekre vonatkozó vállalását illeti, valamint azt az újságírói észrevételt, hogy Románia sem teljesítette maradéktalanul ezt a szintet, a NATO főtitkár azt mondta, fontos a hajlandóság. Ami a 2%-os szint elérését illeti, úgy értesültem, hogy ezt 2019-ben is tervbe vették, és arra számítok, hogy mindenki tartja magát a szavához, ami a védelmi kiadások mértékét illeti. Románia nagyon közel áll, és idén remélem sikerül tartani a 2%-ot. Azt tapasztaljuk, hogy a szövetségesek többsége áldoz a védelemre. A NATO főtitkár az EU tagországok védelmi minisztereinek Bukarestben zajló informális találkozóján mondott beszédet. Bukarestben üléseztek az Európai Unió védelmi miniszterei. A tanácskozást Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonsági biztosa elnökölte. Az Európai Unió védelmi minisztereinek Románia soros uniós elnökségének az égisze alatt megtartott ülésen a közös európai védelmi politika képezte a megbeszélések központi témáját. Az ülés után Federica Mogherini külügyi biztos és Gabriel Lés román védelmi miniszter közös sajtótájékoztató számolt be a legfontosabb kérdésekről. Lés szerint a közös védelem jövője tekintetében gyümölcsöző megbeszélést folytattak. A regionális és nemzetközi fejlemények arra ösztönöznek, hogy nagy figyelemmel forduljunk ezen kérdések felé. A bukaresti találkozó sajátos fontosságú időpontban történt, amikor azt elemeztük, hogy mit valósított meg az Európai Unió az utóbbi 2,5 évben, amióta lépéseket tesz a biztonsági és védelmi szerepének a megerősítése felé. Úgy látom, az elmúlt 2 nap megbeszélései újabb impulzust adnak ezeknek az erőfeszítéseknek. Az Európai Unió védelmi biztosa több konkrét intézkedése is kitért, így például a Sophia művelet meghosszabbításának szükségességéről beszélt, amelyben 25 tagállam vesz részt azzal a célra, hogy visszaszorítsák a földközi tenger térségében zajló emberkereskedelmet. Valamennyien rendkívüli mértékben értékelik a művelet hatékonyságát, és valamennyien megerősítették annak az alapvető szükségességét, hogy a művelet folytatódjék, és az a munka, amely 80%-kal csökkentette a törvénytelen bevándorlók érkezését Európa partjaira, embercsempészeket tartóztatott le, és 500-nál több általuk használt vízi járművet foglalt le. Az illegális migráció az Európai Uniós tagországok külügyminisztereinek informális találkozóján is téma volt. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere azt mondta, a migrációs folyamatok felerősödését csak úgy lehet megakadályozni, ha az EP választásokon a migrációt ellenző erők kerülnek többségbe.
Magyarország kormányzati szinten is felléphet a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügye rendezésének érdekében, ha ezt a helyi közösség igényli, mondta Elma Bukarestben Szijjártó Péter külügyminiszter az Erdélyi Magyar Televízió érdeklődésére. Magyarország kész anyagilag is támogatni egy magyar kar indítását. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzetre is reflektált híradón kérdésére az Európai Unió külügyminisztereinek bukaresti értekezletén résztvevő Szijjártó Péter. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere elmondta, a magyar közösséget képviselő RNDS eddig azt kérte, hogy helyben történjenek egyeztetések a kérdésről, de ha a szövetség kéri, kormányzati szinten is fellépnek az egyetemen létesítendő magyar kar érdekében, ahogy a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola esetében is tették. Hangsúlyozta, az ügy rendezésének a lehetőségét már fel is vetette a román félnek. Tárgyaltunk a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem kérdéséről is, és én felvetettem neki azt, hogy ahogy angol nyelvű szak elindult, úgy egy magyar nyelvű szak indítása esetében a magyar kormány, illetve a Richter támogatást tudna nyújtani annak működéséhez. Kértem, hogy ezt fontolják meg, hiszen ez egy olyan megoldás lenne, ami azt gondolom, hogy mindkét fél számára kielégítő lehetne. A Marosvásárhelyi Egyetem román többségű szenátusa évek óta akadályozza egy önálló magyar kar létrehozását, noha ezt 2011 óta törvény írja elő. Legutóbb pedig a magyar diákokat súlyosan diszkrimináló vizsgarendszerről döntöttek. Napirenden kívüli felszólalásában tette szóvá a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügyét Sógor Csaba az Európai Parlamentben. Elmondta, az európai intézmények több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről, hogy Romániában az egyik multikulturálisnak nevezett felsőoktatási intézmény, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem az egyetemi autonómiára hivatkozva 2011 óta egyszerűen nem tartja be a hatályos oktatási törvényt. Néhány hete angol nyelvű kart hoztak létre, ugyanezt a döntést azonban a magyar nyelvű kar kapcsán már nem tartják elfogadhatónak. Ez súlyos diszkrimináció és a jogorvom elvének figyelemen kívül hagyása. A helyzet az elmúlt néhány napban sokkal rosszabbra fordult, ugyanis közvetlenül a vizsgaidőszak előtt a magyar oktatók ellenkezésével nem törődve, magyar hallgatók kárára változtatták a vizsgakörülményeket. Ez a döntés megmutatja, milyen közvetlen következményei vannak a törvény figyelmen kívül hagyásának, és mennyit ér az a szabályozás, amelyet nem ültetnek gyakorlatba. Romániában számos ilyen csak papíron létező kisebbségbarát rendelkezés van, miközben az ország azt állítja, hogy kisebbségvédelmi harc, élharcos. Románia a 28 Európai Uniós tagállam sorában a 25. helyen áll, ami a korrupciós indexet illeti, megelőzve Magyarországot, Görögországot és Bulgáriát. Ez a Transparency International 2018-as esztendőre vonatkozó jelentéséből derül ki, amely 180 országban vizsgálja a közszféra korrupciójának az érzékelési szintjét. A Transparency International nemzetközi civil szervezet korrupcióérzékelési indexében a legjobban teljesítő 20 ország közül 14 nyugat-európai, illetve Európai Uniós ország. Ennek ellenére a térség országaiban megrekedtek a korrupció ellenes törekvések, és gyengülnek a demokratikus intézmények, állapítja meg a berlini székhelyű szervezet. A tavalyi évre vonatkozó felmérésben a 100 fokú skálán a legjobb helyre visszatért Dánia a maga 88 pontjával, ami ugyanannyi, mint egy évvel korábban, csak éppen a tavalyi első Új-Zéland az akkor elért 89 pontról 87-re csúszott vissza. Utánuk következik Finnország, Szingapúr, Svédország, Svájc, Norvégia, Hollandia és Kanada. Az élbolyban nincs nagy meglepetés, de általánosságban a világban a korrupcióérzékelés folyamatosan súlyosabb lett az utóbbi 4 évben. Az Európai Unióban a leggyengébben szereplő országok Bulgária, amely egy ponttal 42-re rontott tavaly, Görögország, amely 3 ponttal rontott 45-re, és Magyarország, amely 1 pontot javított tavaly óta 46-ra. A tavalyit megelőző években Bulgária teljesítménye valamelyest javult, és hasonlóan alakul a korrupció Romániában is, mert felfelé araszolás után 1 pontot rontott tavaly 47-re. Az EU-ban Magyarország mellett Málta rontotta legtöbbet az utóbbi években a korrupcióérzékelési indexén, az apró szigetország tavalyi pontszáma 54. Az EU, illetve Nyugat-Európa átlaga 66 pont volt tavaly, amivel messze a legjobban teljesítő régió a világon, de a nemzeti és uniós hatáskörök összevisszasága problémákat okoz, és a blokk még távol van attól, hogy hatékonyan tudjon fellépni a korrupció ellen, állapítja meg a Transparency International.
A szervezet szerint a korrupció annál súlyosabb egy országban, minél egészségtelenebb ott a demokrácia, és lát egy olyan összefüggést, hogy Magyarország és Törökország annál korruptabb, minél tekintélyelvűbb. Először járt három széken Navracsics Tibor, nézzük, mi következik. Félretájékoztatás. Az influenza járvány kellős közepén kezdett oltásellenes kampányba egy civil szervezet. Óriás plakátokon hirdetik az összeesküvés elméleteket. Szerveződnek. Magyarország agrárminiszterével találkoztak az erdélyi falugazdász program résztvevői. Regisztert állítanak össze, hogy valódi segítséget nyújthassanak. Erdélyi körútján Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Navracsics Tibor, aki először van háromszéken. A kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi EU biztos ma délelőtt Hegedűs Csillával, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökével megtekintette az uniós alapokból felújításra kerülő Székely Nemzeti Múzeumot. Ezt követően újságírókkal találkozott a Múzeum Kóskároly termében. A városi és megyei elöljárók kíséretében érkezett a Székely Nemzeti Múzeumhoz Navracsics Tibor, EU biztos. A 150 éves intézményt Varga Mihály igazgató mutatta be a vendégeknek. A háromszéki önkormányzat és a központi regionális fejlesztési ügynökség már 2017 tavaszán aláírta a Kóskároly által tervezett épület felújításáról szóló finanszírozási szerződést. Az ingatlan modernizálása azonban késik, mert hiába van rá csaknem 5 millió euró, nincs szakember, aki vállalná a felújítást. Romániában ugyanis kevés tervezőnek van engedélye arra, hogy az egyedileg védett műemléképület felújítására készítsen tervet. Azért jöttünk a Székely Nemzeti Múzeumban, mert ezt Európai Uniós alapokból újítják fel, de főleg azért, mert én nagyon szerettem volna, ha látja a visszaszerzett ágyút, látja a gyönyörű gyűjteményt, amit itt sikerült az elmúlt száz esztendőben felhalmozni, és főleg azért, hogy lássa, hogy milyen kiváló értékeink vannak, és azt is, hogy milyen gondjaink vannak. Hiszen nekünk az a feladatunk, hogy szerte Európában elmondjuk azt, hogy nem használhatjuk a szimbólumainkat, hogy mennyibe kerül a Székely zászló kitűzése, hogy az ingatlanainkat vissza akarják államosítani, azért, hogy partnereket szerezzünk ezeknek a gondoknak a megoldására. A kulturális örökség európai évében 168 millió eurós támogatást hívtak le Romániában az erdélyi magyar épített örökség felújítására, mondta el Hegedűs Csilla, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, aki szerint számos kérdésben csökkenni látszanak, illetve akadoznak a támogatások, vagy tervezhetetlenné válnak. Éppen ezért mutatják be Navracsics Tibornak azokat a problémákat, amelyeket ki kell küszöbölni az erdélyi épített örökség fejlesztése érdekében. Székelyföld tipikusan egy olyan terület, amely nagyon erős regionális identitással rendelkezik, regionális kultúrával rendelkezik. Ezért is jöttem ide, mert az alap meggyőződésünk az, hogy ezek a regionális identitások, ezek a regionális kultúrák, ezek nem gyengítik, hanem erősítik Európát. Pontosan ezekre az erős identitásokra van szükségünk ahhoz, hogy erős Európa legyen, és ezért külön öröm számomra, hogy az Európai Unió anyagilag is segíti majd a múzeum felújítását, hiszen Európai Uniós forrásokból fog megújulni a múzeum. A Székely Nemzeti Múzeum felújítására elnyert Európai Uniós pályázattal 2022-ig élhet a háromszéki önkormányzat. Jelenleg a nemzetközi közbeszerzésre várják a jelentkezőket. A felújítás után Székelyföld legkorszerűbb múzeuma lesz. Költségvetés még nincs, azt azonban már tudni lehet, hogy a leendő büdzsében 500 millió eurót fordítanak sportóvodák építésére. Erről Nélu Bárbú kormányszóvívő beszélt a szerdai kormányülés után. Elfogadta a kormány azt az állami támogatási programot, amelynek révén sportprofilú óvodák építhetőek az országban. A program kezdeményezettjei építésre, berendezésre és felszerelésre igényelhetnek pénzt az államtól. Támogatjuk 1000 sportprofilú óvoda megépítését, berendezését és felszerelését. Az állami támogatás összesen 500 millió euróra rúg, a folyósítása az idéntől kezdődik és a 2019-es költségvetés részét képezi. A de minimis típusú támogatásnak több éves jellege van, és 2020. december 31-ig terjed.
A támogatást magánjogi személyek igényelhetik, egyesületek, alapítványok, sportszövetségek és klubok. Az összeget a munkálatok elvégzése után fizetik ki a befektetőknek, előtte legfeljebb állami garanciát vállalnak, a munkálatokra felvett kereskedelmi kölcsön összegének a felére. Óriás pannókon hirdett valótlanságokat az influenza járvány kellős közepén egy oltásellenes szervezet. A kampányban egyébként nincsenek egyedül, több kétes hírű civil szervezet is támogatja őket. Az Ismerd a veszélyeket elnevezésű projekt aktivistái új látványos oltásellenes kampányba kezdtek, éppen az influenza járvány kihirdetésének a napján. Ilyen és ehhez hasonló óriás plakátokkal találkozhatunk Marosvásárhely különböző pontjain, illetve Kolozsváron és több erdélyi városban is. A plakátokon olyan szövegek kaptak helyet, mint hogy a vakcina rovarirtószert tartalmaz, illetve elvetélt magzatok sejtjeiből készült. Marosvásárhely Segesvár felőli kijáratánál 140 négyzetméteres óriás plakáton hirdetik, hogy a szabadság jog, az oltás pedig választás szlogent. Csak ezért 2500 eurót fizetett a szervezet, amit adományokból gyűjtött össze. Megkeresésünkre a magukat szakembereknek tartó aktivisták nem válaszoltak kérdéseinkre, azonban egyes plakátokon egy amerikai kutatásra hivatkoznak. Ha azonban beleolvassunk a kutatás szövegébe, láthatjuk, hogy minden 6 hónapnál idősebb embernek javasolják az oltást. Az egészségügyi minisztérium egyébként 2018 őszén már feljelentette az oltás ellen kampányoló aktivistákat, ugyanis jogtalanul használták bizonyos intézmények vizuális megkülönböztető jegyeit, és a közösségi oldalakon, plakátokon és szórólapokon terjesztett hamis állítások félrevezethették a szülőket a lakosság egészségét veszélyeztetve. Körülbelül 3-4%-ra tehető azoknak a szülőknek a száma Romániában és európai szinten is általában, akik oltás ellenes magatartást tanúsítanak, különböző szubjektív vagy objektív okok miatt. Fontos tudni, hogy ezek a szülők elég jól informáltak, tehát sokkal többet olvasnak az oltásokról, az oltás ellenességről, mint az átlag szülő. A plakátokkal az a legnagyobb probléma, hogy az érintett szülők nagy része nem a tudományos folyóiratokból, hanem laikusok által írt fórumokból tájékozódik. Ezt már Lorenzovics Anna mondja, a családorvos a védőoltás fontosságát hangsúlyozza. Elsősorban az egészséges életmód az alapja a megelőzésnek, mert egy egészséges szervezetet, ha meg is támad az influenza vírus, le tudja győzni minden következmény, szövődmény nélkül. Tehát a veszélyes inkább a krónikus betegeknél, időseknél, terheseknél, nagyon kicsi gyerekeknél, ahol az immunrendszer nem tud megfelelő képpen védekezni. Romániában eddig közel 1000 influenzás megbetegedést jelentettek. A kór szövődményei miatt több mint 500-an vesztették életüket ebben a szezonban, többségük nem volt beoltva. A kolozsvári plakátokat a hotnews.ro hírportál tájékoztatása szerint az azokat kihelyező reklámügynökség levétette. Döntésüket a lakosság felháborodásával magyarázták. Egyre bővül a falugazdász hálózat Erdélyben. A magyar kormány által támogatott szakemberek első körben adatbázist készítenek a magyar gazdákról, hogy pontos rálátásuk legyen, ki mivel foglalkozik és milyen területen szorul segítségre. Hogy munkájukat minél hatékonyabban végezhessék, ma egy fórumot hívtak össze a Szilágyságban, ahol a falugazdászok Magyarország agrárminiszterével találkoztak. A Szatmár és Szilágy megye határán fekvő Szilágycsebben gyűltek össze a falugazdászok. Ez az első nagyméretű fórum, amióta a magyar kormány elindította ezt a programot. A találkozón részt vett Nagy István, Magyarország agrárminisztere is. Gondolkodni akarunk azon, hogy milyen közös feladataink is vannak azért, hogy a boldogulást tudjuk segíteni, a szülőföldön való maradást tudjuk segíteni mindenki számára. Ennek érdekében a falugazdászok fő feladata, hogy anyanyelven láthassák el minden szükséges információval, elsősorban a pályázati lehetőségek terén a magyar gazdákat. Ezt mindenhol örömmel fogadták. A lakosság nagy része, főleg a vidéken élő lakosság, ugye mezőgazdasági munkákból, mezőgazdasági tevékenységekből, és hál' Istennek az utóbbi időben új Szilágy megyében is, itt Párciumban is elmondhatjuk, hogy társultak, ugye cégeket hoztak részre, nagy felületeken dolgoznak most már, hál' Istennek a mi mezőgazdászaink is, és ebből kifolyólag nagyon is fontos az nekünk, hogy a falugazdász programon keresztül meghirdessük mindezen azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek által tudjuk segíteni ezeket a
vállalkozókat, vagy ugye egyéni gazdákat. A cél elsősorban az, hogy minél többen próbáljanak meg a saját szülőföldjükön boldogulni, ebben pedig már van előrelépés, ezt tapasztalják legalábbis a falugazdászok. Nagyon újszerű dolgokat próbálnak ki, például a kajszínbarack több fajtát termesztenek belőle. Egy nagyon új dologgal is találkoztam, gozsi termesztéssel. Úgy gondolom, hogy és mindenek előtt a fiatalok újat próbálnak behozni, gondolják, hogy hogyha kicsit fellendül az ő életük is. A fórum során a miniszter felkérte a falugazdászokat, hogy listázzák azokat a mezőgazdasági beruházásokat, amelyekre szükség lenne. Hamarosan ugyanis Erdélyre is kiterjesztik a gazdaságfejlesztési támogatást, hogy az itteni gazdák munkáját segítsék. Nagyon kevés anélés lakást adtak át az elmúlt években Romániában. Tavaly országszerte kevesebb, mint 5000 lakást bocsátottak a fiatalok rendelkezésére, ennél például Marosvásárhelyen is nagyobb az igénylők száma. Romániában a legnagyobb apartmanépítőnek az országos lakásügynökség számít. Megalapítása óta, amely lényegében megegyezik a fiatalok lakhatási lehetőségeit növelő anélés program elindításával, 2001-től 34 ezer lakást építettek az országban. A program rendkívül jól indult, 2003-ban például 5000 lakás épült, és ez azóta is csúcs teljesítménynek számít. A legtöbb anélés lakást 2001 óta természetesen a fővárosban építettek, 2440-et. Bukarest után Konstanca megye következik 1560 lakással. A program elindítása óta a székelyföldi megyék közül az elmúlt 17 év alatt a legkevesebb anélés lakást Kovászna megyében adták át, szám szerint 357-et. Hargita megyében ennek 2,5-szeresét sikerült teljesíteni, konkrétan 840 anélés lakást adtak át a megyében. Maros megyében 1105 anélés lakást bocsátottak a fiatalok rendelkezésére. Marosvásárhelyen 17 év alatt 11 ilyen többház épült, összesen 331 lakással. A megye központban 2011-ben épült a legtöbb, azaz 4 anélés többház 80 lakással. Azután kezdődött a lejtmenet. 2014-től mostanáig 75 lakást bocsátottunk a fiatalok rendelkezésére. Jelenleg 457 igénylőt tartunk számon. Sajnos az anélés lakások építésének az üteme nem tudta tartani a lépést az igénylésekkel, de ez nem csak az önkormányzaton múlott, hiszen ezeknek a projekteknek a megvalósítása a partnerségben zajlik Románia kormányával. Tavaly egyébként országszerte mindössze 406 új lakást bocsátottak a fiatalok rendelkezésére. A Szerelem nem szégyen magyar filmvígjáték vetítésével emlékeznek Jávor Pálra szülővárosában Aradon. A magyar színész óriás 1902. október 31-én született a marosparti városban, ahol mindent megtesznek azért, hogy hagyatékát visszahozzák a köztudatba. Aradon 2017-ben derült ki, hogy Jávor Pál filmszínész valójában nem abban az ingatlanban született, amelyet addig a szülőházának tartottak. Oda csak később gyerekként költözött szüleivel. Az igazi szülőház címe szerepel Jávor Pál anyakönyvi kivonatában. Az ingatlanra tavaly helyeztek el emléktáblát a városvezetés kezdeményezésére. Az elsődleges dolog az volt, hogy beazonosítsuk a szülőházát, és emléktáblát helyezzünk el. Ezzel ugyanakkor tudatosítani azokban az aradiakban is, akik esetleg nem ismerték, hogy milyen híres szülöttje van városunknak. Jávor Pál az első magyar férfi filmsztárként él a köztudatban, azt viszont kevesebben tudják, hogy emellett színházi szerepeket játszott, és nagyon szerette a nótát. Egy teljes életművet és életpályát tudott felmutatni. Azt hiszem, maga köré tudta gyűjteni a mulattársai során az embereket, rengeteg nótát ismert. Meghurcolták ugye a II. Világháború, ebben eléggé tönkre is ment, viszont a filmes karrierje, a színházi karrierje, valamint a nótákhoz köthető karrierje és sikerei, ezek tagadhatatlanok, és nekünk meg kell emlékeznünk ezekről a dolgokról mindenképpen. A színész óriás emlékére évente tartanak filmvetítéseket Aradon. Önkénteseket keresnek az EB idejére, nézzük, mi következik. Hazai pályán játszotta idei első hivatalos összecsapását az Inter Gyergyó teremlabdarúgó csapata. A visszavágók sorában elsőként a buzeui Fortius volt az Inter ellenfele.
A vendégek hamar vezetéshez jutottak a Szárhegyi sportcsarnokban, Siába tudott veszélyeztetni és kétszer is betalálni a házigazda Inter, a szünetben 3-2-es vendégvezetés állt a kijelzőn. A Fortius gyors ellentámadásai a folytatásban is állandó veszélyt jelentettek a gyergyóiak kapujára, a második félidő felénél 2 gólosra nőtt a vendégek előnye. 6-4-es állásnál kockáztatott az Inter, a vészkapusos taktika pedig úgy tűnt beválhat, 6-5-re módosult az eredmény. Egy elvétett labdát azonban góllal büntetett a vendégegyüttes, idő pedig már nem maradt az egyenlítésre. Mi több, a mérkőzést jelző sípszóval egy időben egy újabb találatot ért el a Fortius. 8-5-re nyerve meg a találkozót. Visszatér a TET helyszínére a svájci Montreux-be a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett asztali teniszező, ahol tavaly megnyerte az európai top 16 tornát. A földrész elitjét felsórakoztató versenyt az idén is itt rendezik szombaton és vasárnap, ráadásul Berni azóta nagyot javított a világranglista helyezésén, célja pedig a tavalyi győzelem megismétlése. 500 nappal a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság előtt a Román Labdarúgó Szövetség meghirdette önkéntes programját. Az euró idejére 2000 önkéntest keresnek, akik a szervezőket segítik a munkában. A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság lesz az első olyan a sportág történetében, amelyet nem egy vagy több szervező országnak ítélt oda az Európai Szövetség, hanem a mérkőzéseket 12 különböző ország egy-egy stadionjában rendezik. Ezzel lehetőséget kaptak olyan országok is mérkőzések megrendezésére, amelyek egyébként egy teljes tornával nem tudnának megbírkozni. Közöttük Románia, amely egyetlen alkalmas stadionnal rendelkezik. A bukaresti nemzeti arénában 4 mérkőzést szerveznek, a szervezésben 2000 önkéntes segítségére számítanak. Én nagyon optimista vagyok, hogy jól fogjuk kezdeni az UEFA Euro 2020-ra vonatkozó önkéntes programot. A célunk olyan közösség kialakítása, amely 2020. május 10-éig 18 évet betöltött személyekből áll, akik rendelkezésre állhatnak az EB idején, ismerik az angol nyelvet, és motiváltak ahhoz, hogy részesei legyenek az általunk szervezett 4 mérkőzés izgalmának és örömének. Akik úgy gondolják, hogy szeretnének önkéntesként részt venni az EB-n, a szövetség honlapján megtalálható űrlap kitöltésével jelentkezhetnek, ugyan itt megtalálható minden információ, ami a programot illeti. Románia számára az infrastruktúra szűkössége a legnagyobb gond, így például az edzésre használt stadionok, amelyeknek a megépülése késlekedik. A labdarúgó szövetség elnöke azonban optimista. A rendelkezésünkre álló információk alapján az Országos Befektetési Társaságtól azt mondhatjuk, hogy tartjuk az ütemtervet, és 2020 márciusáig készen áll majd a 3 stadion. Nem 4, mert mint tudják, a Dinamo stadion esetében késésben vagyunk. Bukarestnek továbbá a tömegközlekedési infrastruktúrát is bővítenie kell, különösen ami az Otopény repülőtér és a belváros közötti összeköttetést illeti. A tervezett metróvonal már biztosan nem készül el időre. A B-terv szerint egy vasúti szárnyvonal épül a reptér termináljáig. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!